Kövesden az évtizedek óta húzódó bekötőút felújítása a közeljövőben 41,5 millió forintos kormányzati támogatása megvalósulhat. A kis település közel 200 lakójának a közlekedését könnyíti meg az útburkolat javítása. Már ideje volt, meg már jó pár ígéret is volt rá, évek óta folyamatosan, semmi nem történt. Igazából a bejárás az ugye szinte az autót kivégzi. De nem csak a kövesdi bekötőút újul meg. Bátaszéken három másik beruházást is megvalósítanak kormányzati forrásból, mondta el Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Egy új játszótér építése Bátaszéken, ami egy 20 millió forintos beruházás. A város főutcáján lévő emblematikus épület, a számvevőszéknek a felújítása több mint 30 millió forint értékben, valamint a felvidéki bátaszékiek közösségének egy új közösségi ház vásárlása 11 millió forint értékben. Összességében ez az igény, amit a képviselők megfogalmaztak, 103,5 millió forint volt. A közel 103,5 millió forintos támogatást Bátaszék számára Magyarország kormánya külön eljárásban tárgyalta, és döntött arról, hogy hozzájárul ezekhez a fejlesztésekhez. Az elmúlt három évben a város több mint 3 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott középületek, közterületek és a helyi vállalkozások fejlesztésére.